Köszönöm szépen. Boza Gergely vagyok, a Evolúció Tudományi Intézet munkatársa, illetve többek között a JÁZ-ban is dolgoztam sokáig kutató, vendégkutató. Először is szeretném megköszönni ezt a tiszteletteljes felkérést, hogy beszélhetek egy kicsit a saját élményeimről, amelyek 15 évvel ezelőtt kezdődtek, mint a fiatal nyári kutatói program egyik résztvevője. És mindenekelőtt elsőnek is szeretném megköszönni ennek az eseménynek a megszervezését és a vendégüllátását magam és az intézet nevében. És István arra kért fel, hogy egy kicsit mutassam be az előadásomon keresztül is, hogy milyen szerteágazó munka folyik az intézetben. Tehát úgy gondoltam, hogy először mutassuk be az intézetnek a fő struktúráját, ahogy most kinéz. Tehát ugye egy kutatóintézetről van szó, amelyben ezek a kutatási programok próbálják lefedni azokat a fő kutatási irányvonalakat, amelyekkel jelenleg az intézet dolgozik. Van nyilván egy elég rendesen kidolgozott kiszolgáló személyzet, aki a jogi, pénzügyi, munkaügyi hátteret biztosítja a mindenkori ott dolgozó kutatóknak, és mindezt a főigazgató irányítja, aki viszont a JÁZ-a tanácsadó testületének felel. A JÁZ-a tanácsadó testületét azt a mindenkori tagországok delegálják, amelyek változnak az évek során, mint láttuk, Magyarország is egykor tagja volt, jelenleg nem tagja ennek a tanácsadó testületnek, de körülbelül ez a mostani képet töltöttem le a JÁZ-a weboldaláról, tehát körülbelül ez a lefedettsége a jelenlegi tagországoknak. Kelet, nyugat, észak, dél, minden irányba próbálja az intézet meggyőzni a különböző országokat, hogy legyenek részesei ennek a nemzetközi hálózatnak. És hogy alakult a JÁZ-a? Az első kezdetekben a legelső programstruktúrát különböző a szakterületükön elismert tudósok felkérésével próbálták meg kidolgozni. Itt láthatok, hogy mik voltak azok a fő irányvonalak, amiket kitaláltak. Itt ezek az emberek, akik különböző tudományos konferenciákat szerveztek, hogy átbeszéljék, hogy mi is legyen az intézet kutatásának fő irányvonala. És akkor ebből kialakult, ez volt a legelső program struktúra. Körülbelül ugye az a 9 program, amiben szerepelt biológiai rendszerek, ökológia, közgazdaságtan, víz, számítástechnikai tudomány, különböző metodológia, döntéshozata. És csak gyorsan megmutatom ezt az ábrát, itt is lehet látni ez a legelső éves jelentésből, ahogy István is említette, hogy már az első hónapokban magyarok is részt vettek ennek a struktúrának a kidolgozásában. Aztán az évek során különböző változatok jelentek meg, egyes programok eltűntek, mások megjelentek, összeolvadtak, szétváltak, átneveződtek. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a JÁZ-a mindig is három fő témaköré csoportosította a kutatási programjait. Az egyik volt az a környezeti erőforrások és a környezetnek a tanulmányozása. Mindig hangsúlyos szerepet kaptak a társadalmak, a különböző társadalmi folyamatok, demográfia, populáció növekedés, és végül az energia és a technológia az, ami nagyon markásan jelen van a JÁZ-a kutatásában. És aztán voltak egyéb ilyen kísérletezés projektek az évek során, például olyanok, amik különböző ilyen sugárzásbiztonsággal foglalkoztak, vagy energiastratégiákkal, ne adj Isten, a javak egyenlő elosztásával, rendszer szintű kockázatelemzéssel, stb. Ezek hol föltűntek, hol eltűntek különböző módokon, de azt lehet mondani tulajdonképpen, hogy a jelenlegi struktúra, ami most van, az próbált egy kicsit egyszerűsíteni ezeken az össze-vissza megjelenő eltűnő programokon, tehát ez a jelenlegi struktúra, amit most látunk. 4 fő program van jelenleg a JÁZ-ával, a biodiverzitás és a természeti erőforrások, van ugye a populációk és igazságos társadalmi felépítések, van a energia, klíma és környezet, és végül van ez a rendszer elemzési metodológiai csoport, ami főleg ugye a modellezőket próbálja magába foglalni. És akkor van még 2 ilyen kísérleti program, amik mindig megpróbálnak új kutatási irányvonalakat felfedezni és behozni az intézetbe. Tehát körülbelül így néz ki
valamennyire szemléltetendő, hogy milyen sokféle témával foglalkozik az intézet, és akkor engedjék meg, hogy akkor egy kicsit bemutassam, hogy más szempontból a saját tapasztalataimon keresztül. Ugye említettem, hogy 15 évvel ezelőtt érkeztem a Jászába, és az eladásom címe a baktériumoktól a társadalmakig, tehát kezdjük most a baktériumokkal, a mikroszinten. A legelső modell, amivel én ott foglalkoztam, az a konkrétan a baktériumok és a növények együttműködéséről szólt. Valószínűleg sokan tudják, hogy a növények önmagukban nem képesek nagyon hatékonyan felvenni erőforrásokat, vizet, ásványi anyagokat, hanem mindenféle gombákkal, baktériumokkal élnek szörös kapcsolatban, akik a gyökerükön keresztül többek között kapcsolódnak, ilyen kis alanyi kis struktúrákban élnek ezek a bacik. És hogy mennyire hatékony az, hogy egy baktérium segíti a növényt, illetve kölcsönösen, ez az ábrán lehet látni. Ez a kis növényke izolációban növekedett, ez a növényke pedig rendesen egy nitrogénfixáló baktériummal egészségesen kialakította a kölcsönös előnyös kapcsolatot. Tehát azt lehet látni, hogy ez nem úgy magasabbra nőtt, de virágot és termést is tudott hozni, tehát ez nagyon-nagyon fontos a növény számára. Arra próbáltunk meg választ találni ebben a projektben, hogy lehet ezt úgy modellezni, amit egy kicsit a játékelmet és az evolúciós játékelmet eszköztárával ilyen csere üzletként tudunk fölfogni. Tehát fogjuk ezt most úgy föl, hogy van a növényünk és van a baktériumunk, ezek valahogy kooperálnak, együttműködnek, szolgáltatást vagy nyersanyagot cserélnek, a növény cukrot ad, amit a fotoszintézis során ugye szintetizál, a baktérium meg nitrogént fixál és azt adja cserébe a növénynek. És ez egy ilyen egyszerű kis modellezése annak, amit látunk a természetben. És akkor fogjuk meg az egészet, fogjunk egy egyenalapú modellt, rakjuk egy térbeli környezetbe őket, ezek a növények, tegyük, hogy egy rácshálón élnek, szomszédok között tudnak szaporodni és terjedni, úgy, ahogy a növényeknél megszoktuk, van egy térbeli kötöttség, és akkor alatta egy másik szinten vannak a baktériumok, azok, akik a növényekkel itt együttműködnek, együttműködnek, és akkor nézzük meg, hogy ezek az együttműködési stratégiák hogy alakulnak. És akkor ez lesz tulajdonképpen egy ilyen átlagos rálátásunk, hogy térben, hogyha minden egyes pixel egy-egy ilyen élőhelyként van megmutatva, és a színek reprezentálják a sikerét a különböző stratégiáknak, ez a növény, ez meg a baktérium, azt látjuk, hogy tulajdonképpen nincs egy siker, nincsen egyfajta stratégia összefüggés a populációkban, hanem különböző ilyen mozaikok, ilyen buborékok alakulnak ki, és ezek próbálnak egymásba terjedni, tehát egy ilyen diverzitást látunk. Nem egyfajta növény is, egyfajta baktérium együttműködési stratégia van, hanem ez egy divers rendszer. És azt látjuk, hogy ezeknek a buborékoknak vagy mozaikoknak a szélén a kölcsönös invázió az gátolt, tehát az egyik stratégia az nem képes terjedni a másikban. Erre egyébként vannak is mérések, hogyha nagyobb térbeli léptékekben megpróbáljuk megnézni a különböző növényeket és baktériumokat, azt látjuk, hogy a baktérium közösség és a növény típusa változhat az egyik völgyről a másikba. Valóban ezt mérésekkel is lehet igazolni, hogy vannak ilyen különbségek. Tehát valamennyire modellünk visszaadta ezt a megfigyelést. Na most hasonló csere viszony, vagy csere üzlet, az, mint ahogy mondtam, a játékelméletből származik, tehát nem csak a baktériumok és a növények között lehetséges, hanem ugye mi emberek is számos esetben olyan kölcsönhatásokba veszünk részt, ahol valami csere történünk egy adott partnerrel, ez lehet pénzügyi csere, lehet valamilyen javaknak a cseréje, tehát ugyanezt a gondolatmenetet tudjuk alkalmazni emberekre is, vagy gazdasági rendszerekre is, és azt is lehet tudni különböző mérésekben, hogy nem csak a modern ember, tehát nem csak a modern közgazdaságtanban működnek ilyen dolgok, hanem az ősi vadászó gyűjtögető életmódot folytató embereknél is. Vannak ilyen cserék, tehát vannak ilyen üzletelések, reciprocitások, kölcsönhatások, ahol azt lehet megfigyelni, hogy minél többet kap valaki a partnertől, annál többet ad vissza. Nem nagyon lehet látni itt az írás, de remélem, hogy azért valamennyi lehet érzékeltetni. Tehát itt láthatjuk azt, hogy ki mennyit kapott az előző körben a partnerétől, és itt láthatjuk azt, hogy mennyit fog adni, amikor a következő körben megint kölcsönhatásba kerülnek, és ez egy egyszerű lineáris összefüggés. Tehát próbáljuk meg ezt beépíteni a mi kis modellünkbe, és próbáljuk megint csak ezt a csereüzletet modellezni,
egy egyszerű stratégiával, amiben kettő darab tulajdonságot veszünk bele, kettő darab változót. Az egyik egy feltétlen befektetés, ezt akkor adjuk a partnerünknek, akármikor, amikor találkozunk, ez egy olyan befektetés, amit mindenképpen adunk. Azt mondjuk, hogy ezt mindenképpen letesszük az asztalra. A másik, az pedig a haszon függvényében növekedhet. Ha kevés hasznunk volt ebből a partnerből, akkor nem adunk ilyen befektetést. Ha több hasznunk volt, akkor többet fogunk befektetni, és ezek egy ilyen páros csereüzlet, és ez több körön keresztül zajlik, tehát amit az előző körben kaptam, azt a következő körben annak alapján tudok befektetni. És azt látjuk, ez a modell azt mondja nekünk, hogy nagyon nehezen alakul ki egy stabil, magas befektetés, magas haszonnal járó befektetés ebben a modellrendszerben, ebben az egyszerű modellrendszerben. Azt látjuk, hogy először az egyik befektetési típus, aztán a másik befektetési típus fog növekedni, de összességében az egész az vissza fog menni nullába, csökkenni fog, tehát növekvő, csökkenő, stagnáló, aztán megint növekvő, megint stagnáló haszon lesz jelen. Ez egy kicsit talán tud minket emlékeztetni valamennyire ezekhez a különböző növekvő, csökkenő, ugye buborékszerű gazdasági folyamatokhoz, amik évről évre időnként bizonyos periódussal visszatérnek hozzánk. Talán lehet, hogy valami hasonló van ezeknek a hátterében is, egy egyszerű viselkedésbeli, ez a két viselkedésbeli komponenssel meg tudtuk fogni ezeket a folyamatokat. Sokat gondolkodtunk, dolgoztunk rajta, kimutattuk, hogy lehet ezeket mégis stabilizálni. Az egyik például a hálózatok és a moduláris hálózatok föltételezése, amikor azt mondjuk, hogy bizonyos embercsoportok nagyobb valószínűséggel hatnak kölcsön egymással, alakul ki ilyen csereüzlet közöttük, hogyha közel vannak egymáshoz, és ritkábban, hogyha egy kicsit távolabb vannak egymástól. Tehát egy kicsit azt a üzenetet tudjuk ezzel mondani, hogy a globalizáció, amikor mindenki mindenkivel ugyanolyan valószínűséggel együttműködik, akkor ez ellene dolgozik ennek a rendszernek is, akkor bizony ki fognak ezek alakulni, ezek a növekvő és csökkenő buborékok, még hogyha egy kicsit modulárisabb a rendszer, akkor ez tud stabilizálódni. Kicsit haladjunk tovább, eddig olyan modellekről beszéltünk, ahol mindenki egyformán volt, egyformán gondolkodott. Egy másik modellrendszer, amivel sokat dolgoztak az intézetben, az az úgynevezett világnézeti diverzitás, ahol azt feltételezzük, hogy különböző embertípusok vannak jelen a közösségekben, amik mindenféle világnézeteket tudnak képviselni, de most osszuk be őket négy fő kategóriába. A fatalista, ővel nem nagyon fogunk foglalkozni, ő sodródik az árral, ő nem nagyon zavar sok vizet, de vannak a hierarchikus emberek, világnézetű emberek, akik szeretnek rendszerbe gondolkozni, szeretnek fölöttes és alattas összefüggésekbe gondolkozni, vannak az egalitáriánus emberek, akik az egyenlőségre, javak egyenlő eloszlására törekszenek, és vannak az individualisták, akik pedig a farkas törvényeket szeretik, és azt szeretik, hogy mindenki magáért van, mindenki maga a sorsának a kovácsa. Ezek nagyon különböző világnézetek, és nézzük meg, hogyha egy közösség vagy egy csoport különböző összetételű ilyen emberekből áll, akkor mi lehet a kimenetel? Ezek az emberek tipikusan próbálhatják meggyőzni egymást. Ez a három fő kimenetel, dinamikai kimenetel lehetséges. Itt azt látjuk, hogy a középső részen kevertek ezek a világnézetek, tehát itt középen mindegyik pontosan egyforma arányban van jelen mondjuk ebben a csoportban. Ha ide elmegyünk a végponthoz, az egyik csúcshoz, ott pedig csak az a világnézet dominál. Tehát itt, ha elindítjuk a szimulációnkat, azt látjuk, hogy ez a típusú csoport ilyen feltételek mellett, akármilyen keverékből is indulunk ki, ide fog bemenni, tehát az individualisták fognak dominálni. Ez egy olyan rendszer lesz, egy olyan társadalom, ahol a farkas törvények fognak uralkodni. Érdekesebb dinamika, amikor ilyen ciklikusan, körkörösen váltják le egymást a világnézetek. Van egy éppen domináns világnézet, de a másik kettő az mondhatni elégedetlen, és megpróbálják meggyőzni a többieket, aktivizálják magukat, megpróbálják ugye megdönteni a regnáló hatalmat, és ez így gyakorlatilag a végtelenségig, hogyha nem zavarjuk meg a rendszert, végtelenségig mehet körbe. Ez a fajta dinamika egy kicsit egyébként emlékeztet minket a bizonyos parlamenti választási rendszerekre, ugye, ahol éppen regnáló, domináns rendszer, mindig egy bizonyos elégedetlenség van ezzel a rendszerrel szemben, ezért mindig szeretnénk leváltani, remélve, hogy az jobb lesz, és amikor átkerülünk a másik helyzetbe, akkor pedig a másik oldal lesz elégedetlen, és ezek állandóan körkörösen leválthatják egymást, ez lehet kettő vagy három is akár.
És akkor végül, amit szerintünk leginkább, legjobban szeretünk, az az, amikor egy stabil keverék alakul ki, minden világnézet reprezentálva, mindenki elégedett, mindenki tudja a hangját hallatni, és nincsenek turbulenciák a rendszerben. Ha egy kicsit távolabb lépünk, akkor a következő modern rendszer, ez már a makro szint fele közeledünk. Különböző komplex rendszereket nagyon gyakran szoktak hálózatokkal reprezentálni, ahol különböző szempontok alapján tudják a csomópontokat és a köztük kialakuló éleket definiálni. Itt mondjuk beszéljünk arról, hogy ez egy bankok közötti kölcsönadási rendszer, tehát ezek a csomópontok, ezek a pöttyök itt különböző bankok, minél nagyobb egy pötty, az annál nagyobb likviditással rendelkező bank, és minden egyes ilyen vonal közöttük az azt jelenti, hogy ez a bank kölcsön kért a másiktól. Miért fontos ez? Mert hogyha bizonyos negatív esemény éri az egyik bankot, tegyük föl, hogy ez most egy egyszerűsített hálózat, tehát van egy negatív esemény, ez a bank valamiért becsődül, vagy valami miatt elveszíti a hitelét, akkor ugye kialakulhat egy kaszkád. Azt látjuk, hogy vannak ilyen egyszerű modellek, ki lehet mutatni, hogy ha kicsi ez a hatás, akkor ezt talán ott meg tud állni, nem terjed tovább, de hogyha nagy a hatás, tehát nagy a sokk, ami éri a rendszert, akkor ez továbbterjed, ugye a központi csomópontra, és gyakorlatilag magával tudja rántani az egész rendszer. Erre például az egyik megoldás, amit javasoltunk, az, hogy ezek a nagyon centralizált, nagy úgynevezett központi csomópontokkal rendelkező hálózatok, ezek nagyon ki vannak téve ezeknek a rendszer szintű összeomlásoknak, kaszkádoló sokhatásoknak, tehát olyan hálózatokat érdemes konstruálni, amik ellenállnak ennek, amik ugyanaz a csomópont topográfia, de az összeköttetésekből lehet látni, hogy ez egy centralizált hálózathoz képest egy kevésbé centralizált hálózat. Ez sokkal inkább védi a rendszert az ilyen sokkok továbbterjedése ellen. És akkor végül az utolsó, amit még szeretnék bemutatni, ez megint egy kicsit távolabb lépünk, megint egy nagyobb rendszert tekintünk, itt már ökoszisztémákról beszélünk, itt már számos kapcsolatrendszer, összeköttetés létezik, természetes vagy digitális ökoszisztémák között. Ugye természetes ökoszisztémákban van energiaáramlás, anyagáramlás, ásványi anyagok áramlása, hőnek az áramlása, és azt vesszük észre, hogy vannak ezek az ökoszisztémák, a digitális ökoszisztémák, amik nagyon hasonlóan tudnak működni, és vannak olyan metaforák, amiket a természetes ökoszisztémákból át tudunk emelni a digitális ökoszisztémákhoz. Az egyik ilyen, amit sokat szoktak emlegetni, az például a kulcsfajnak a fogalma. Kulcsfaj mondhatni egy olyan faj, aki a saját számosságához és a biomaszájához képest óriási nagy szerepet tölt be az ökoszisztéma működésében. És most ha azt mondjuk, hogy vannak olyan kulcsfajok, vagy vannak olyan fajok, olyan platformok, digitális platformok, akik a felhasználók és a szolgáltatók között ugye nyújtanak kapcsolatot, de nem túl sokan kapcsolódnak hozzájuk, ők nem olyan sok vizet zavarnak, ezek nem annyira sikeres és nem annyira értékes platformok. De létezhetnek olyan platformok, amik igazán kulcsfajként szerepelnek, gondoljunk csak például a Google-re, mint egy nagy óriásra, gyakorlatilag megkerülhetetlen, domináns a maga doményében, rengetegen kapcsolódnak hozzá, mint szolgáltatások, mint felhasználók, gyakorlatilag nagyon függünk tőle. Ez a úgynevezett a nyertes mindent visz szenárió. És akkor vannak olyan rendszerek, ahol ugye vannak kulcsfajok, de mindig van egy versenytárs. Itt egy ilyen fluktuációkat láthatunk a platformoknak a sikerében és az értékében. Tehát gondoljunk csak arra, mondjuk a Windows és a Linux, vagy az Android és a iPhone-nak a rendszere, hogy nem igazán domináns egyik se, ezek a különböző digitális rendszerek, ökoszisztémek, ezek így versengenek egymással. És akkor végül ezekkel a kutatásokkal reméltem megmutatom, hogy milyen különböző szintekkel foglalkoztam én is, és milyen kutatások zajlottak a JAZA-ban. Ezek voltak azok a programok, amiken így az évek során, amikben szerepeltem, részt vettem a kutatásban, jelenleg ennek a programnak vagyok a munkatársa. És hogy akkor egy kicsit egy személyesebb tapasztalatokról is reflektáljak.
ezeket a gondolatokat vetettem föl, hogy szerintem a JAZA miben nagyszerű és miben nyújtott szerintem óriási értéket az ott megjelenő kutatóknak és egyébként is a kutatói társadalomnak. Tehát mindenféleképpen remélem sikerült megmutatnom azt, hogy ez egy interdisziplináris, multidisziplináris intézet, rendkívül sokfajta kutatással, divers modellrendszerekkel foglalkozunk, a mikrótól a makróig, tehát a különböző szerveződési szintekkel, a rendszer szintű szemlélet ez az intézet nevében is benne van, és mindenképpen fontos, hogy az intézet nem egy ilyen elefántcsontoronyként működik, ahol modelleket kreálunk, és akkor azt mondjuk, publikáljuk őket, és azt mondjuk, hogy tessék, segítettünk a világon, mindenképpen szeretnénk olyan üzeneteket megfogalmazni, amit a döntéshozók döntéshozatalba is föl tudnak használni. És akkor egy kicsit a személyesebb dolgokról, ugye az intézet rengeteg országból fogad kutatókat, ezért a kulturális diverzitás az mindenképpen is a kultúrák elfogadása és megismerése az mindig is az intézetben nagyon fontos volt, és szerintem nem lehet eléggé kiemelni manapság, de az intézet eredeti alapításának az egyik ötlete is az volt, hogy bizony a tudomány az tudja a feleket egyesíteni, akkor kelet és nyugat között, szerintem ez manapság talán még annyira lehet fontos, mint 50 évvel ezelőtt volt. És akkor ezzel szeretném megköszönni a figyelmet.